Gyertek, álljunk föl, kezdjük el egy imával. So I'd just like to invite you to join us. És menjünk együtt oda a trónhoz. Let's go together before menjünk the Lord. Együtt oda Istenhez. Let's go before the Lord. És várjunk rá együtt. And wait upon him together. Imádkozom. Let's pray. Gyertek velem. Istenünk, hálásak vagyunk ezért a ma estéért. Father God, we are so thankful for this evening. Köszönöm, hogy itt lehetünk a te házadba. And I thank you that we can be here in your house. Köszönöm, hogy téged dicsőíthetünk és magasztalhatunk. And Lord, I thank you that we can lift you up and honor you and worship you. Köszönöm, hogy leborulhatunk előtted. And I thank you that we can bow down before you. Köszönöm, hogy ma este is újra odaadhatjuk neked a dicsőséget. That again tonight we can just surrender all our worship to you. Vegyél el most minden olyan dolgot, Istenem, ami elválaszt tőled. So Lord, we ask that you would take away every thing that there is an obstacle between you and us. Szabadítsd fel a mi gondolatainkat. And that you would free up our thoughts. Atyám, itt vagyunk előtted. Lord, we are here before you. Eljöttünk, hogy áldjunk, hogy csodáljunk, hogy imádjunk. We've come here to worship you, to honor you, hogy leboruljunk a te lábadhoz. And to bow down before you. És halljunk rólad. And to hear from you. Halljunk felőled. To hear from you. Halljuk a te hangodat. To hear your voice. Halljuk a te szavadat. To hear your words. Szólj is hozzánk, Istenünk, ez a vágyunk. So Lord, we ask that you would speak to us. De mindenek felett legyen megdicsőülve ma este is a te neved. But Lord, above all, may your name be glorified. Gyere this közénk, evening. Istenem. So come be among us. Vizsgáld a mi szívünket. Examine our hearts. Áld meg ezt a ma esténket. And bless this evening. Ez az imánk, ez a vágyunk. This is our prayer, this is our desire. Jézus nevében. In Jesus' name. Leborulva, ó Jézusunk, koronánk leveszik, a kegyelmet és szerelmet jeleként letesszük. Kiáltjuk szent, szent, szent vagy, kiáltjuk szent. Thank you.
hegyek és tengerek felett, folyói cúkják, hogy szeret. Én megnyitom szívem, hogy gyógyításod szabadán legyen. Örvendek igazság, magasztalnak minden napon. Öröki ének lelki szeretet állom. Mindig csak rólad énekelnék. A hegyek és tengerek felett, folyói cúkják, hogy szeretsz. Én megnyitom szívem, hogy gyógyításod szabaddát legyen. Örvendek igazságodon, magasztalod minden napon. Örökké éneklek, szereteted áldom. Mindig csak rólad énekelnék, mindig csak rólad énekelnék. Folyói szokják, hogy szeretsz. Én megnyitom szívem, hogy gyógyításod szabaddá tegyen. Örvendek igazságodon, magasztalod minden napon. Örökké éneklek, szereteted áldom. Mindig csak rólad senki, a te vagy.
vagy a reményem. Ezért rád nézek mindig, Uram. Vigyázz rám, óvjának szükségem van rád. Te hozzád velem menem, Uram, a Istenem, gondolj nagy irgalmadra, amely öröktől fogva van. Ifjú korom sok vét kérül, ne is emlékezz meg. Szeretettel, szeretettel. Ezért rád nézek mindig, Uram. Vigyázz rám, óvjál meg, szükségem van rád. Te hozzád velem menem, Uram, a lelkemet. Nem szégyenül meg, nem szégyenül meg senki. Ha te vagy a reményem, ezért rád nézek mindig. Szükségem van rád. Te hozzád felem merem, Uram, a lelkemet. Nekem hozzád felem merem, nekem hozzád felem merem, nekem hozzád. Ó, Uram, szívem, tiéds én kereslek, téged, Jézusom, kérlek, vezess. Ó, Uram, szívem, tiéds én kereslek, kedves áldozat, hadd lehessek. Dicsérlek téged, szereteted, ahogy arc ragyog rád, szíségedre énekel. Thank you.
szívünk, tiéd én keresek. Téged, Jézusom, kérlek, vezess. Uram, szívünk, tiéd én keresek. Kedves, kedves áldozat, hadd essek. Dicsérlek, én dicsérlek. Lányom, szereteted, ahogy arcod ragyog rád, szépségedről énekel. Énekel meg egyszer, Uram szívem, Uram szívem, dicsérlek. hűséges vagy, ó Istenünk,
van, nem nekünk kell győznünk. Csendes vízhez terelgetsz, így irgalmat hoz. Nem válasz minket semmi el. Most itt áll a néped, vár rád még ennek, ki várja, hol lássa akárát. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. A kegyelmed. És igaz Isten vagy, a gyengék által vezetsz másokat. Megváltásnak én kéne bátorítasz, a néped együtt énekel. Most itt áll a néped, most itt áll a néped. Most itt áll a néped, vár rád, még gyermek, ki várja, hol lássa a lát. Most itt áll a néped, most itt áll a néped, vár rád, még gyermek, ki várja, hol lássa a lát. Hotel, kegyelmed elég. Kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég, hey! Kegyelmed elég, nekem, kegyelmed elég, nekem, kegyelmed elég. Köszönöm neked ezt a ma estét, és köszönöm, hogy a kegyelmed az teljesen elég nekünk. Father, we thank you for this, and we thank you for this evening, knowing that your grace is enough. Hogy te hűséges vagy. And that you are faithful. Hogy igaz Isten. That you are a true and righteous God. És használni akarsz minket, gyengéket, Atyám. And that you want to use us, the weak ones. Ez is a vágyunk, Istenem, kérlek, használj minket. And Lord, this is what we desire, that you would use us. Hadd legyen értékes az életünk itt a földön is. That you would add value to our life here on this earth. Ezért vagyunk egyébként ma este is itt. And this is exactly why we are here tonight. Hogy tanuljuk, hogyan lehetünk. To learn from you. Igazán
hűségesek és igazak benned, Atyám. How to be truly faithful and righteous in you. Segíts nekünk ebben, Istenem. So Lord, help us in this. Taníts minket, Atyám. And teach us. Törékeny edényeket ma este is, gyere, Istenem, gyere. We are here before you as broken vessels, Lord. Elég nekünk a te kegyelmet. And we confess that your grace is enough for us. Amen. 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 Atyán, köszönjük neked, hogy eléd jöhetünk imába. Father, we thank you that we can come before you in prayer. Elküldtél minket, hogy legyünk tanúk a világba. You have sent us out into the world to be your witnesses. És köszönjük, hogy nem hagysz minket egyedül. And we thank you that you never leave us alone in this. A lelked erejét adod. But you give us the power of your spirit. Arra kérünk, Uram, hogy áld meg ezt a törekvésünket. So Lord, we ask that you would bless our efforts in this. Az a vágyunk, hogy megtérjenek emberek ezen a húsvéton. Because our true desire is that people would be saved. Most együtt imádkozunk barátokért, kollégákért, osztálytársakért. So Lord, together we pray for our friends, our family and our colleagues. Aki most feljön a fejedbe. Anyone that you are thinking about right now. És nem hívő. Who is not a believer. Uram, arra kérünk, hogy most a lelkeddel kezdj el munkálkodni körülötte. Lord, we pray that even just in this moment, by your spirit, you would start working in their heart. Uram, tudjuk, hogy a saját erőnkkel nem tudunk elérni embereket. Lord, we know that by our own strength, we would never be able to reach people. A lelked az, aki elér embereket. But we know that it is the power of your spirit that reaches people. Szentlélek, kérlek, hogy munkálkodj bennük. So Holy Spirit, we ask that you would be working in them. Add meg, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy meghívjuk őket, akkor igent mondjanak. And so Lord, we ask that when the moment comes that we extend our invitation to them to come along to this event, they would say yes. És imádkozunk azért, hogy megismerjék az örök életet. And Lord, we pray that they would get to know eternal life. Köszönjük Jézus, hogy benned örök életünk van. Jesus, we thank you that in you we have eternal life. És köszönjük Jézus, hogy egy új lapot, egy tiszta lapot adtál nekünk. And Jesus, we thank you that you have given us a clean slate. Hogy nem kell a bűneink alatt összerogynunk. And that we no longer have to carry the burdens of our sins. Köszönjük, hogy törődsz velünk, hogy velünk jársz. Lord, we thank you for your care and for walking alongside us. Kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a tervünket. So Lord, we pray that you would bless our plans for this. És imádkozunk azért, Uram, hogy gondoskodj minden technikai dologról. And Lord, we also pray that you would provide for all of our technical gear. Minden a kezedben van. All of these things are in your hands. Nélküled semmit nem tehetünk. Without you we can do nothing. És odarakjuk most ezt is a kezedbe. So Lord, we want to lay this before you as well. Tartsd meg. To, for you to keep it. És áld meg. And bless it. És köszönjük neked az igédet. And Lord, we thank you so much for your word. Köszönjük, hogy az igazság és élet. We thank you that your word is life and truth. Köszönjük, hogy a kezünkbe tarthatjuk. We thank you that we can hold it in our hands. Arra kérünk, hogy vizsgálj meg minket most. Lord, we ask that you would examine us just now. Ismerd meg az útjainkat. And that you would search our ways. És szólj el hozzánk. And speak to us. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. 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 Köszi, hogy imádkoztatok velem. Thank you for praying with me. Megyünk tovább a példabeszédekbe, ugye szerdánként a példabeszédekből nézünk témákat. So on Wednesdays we have been studying the book of Proverbs, and that's what we are going to continue today. És tudjuk, hogy a példabeszédeket Salamon írta. We know that most of the Proverbs were written by Solomon. Képzeljétek el, hogy ő ugye a földön élt legbölcsebb ember. Who is the wisest person to ever live on this planet. Egy olyan ember, aki Istentől kapott bölcsességet. He is a man who was given his wisdom from God himself. Tehát nem arról van szó nála, hogy az élet tapasztalata az, ami ott van nála, csak. So when we speak of Solomon's wisdom, we don't speak exclusively about his life experience. Nem csak arról van szó, hogy a korral jött a bölcsesség, ezt szokták mondani. It's not just that his age made him wise, as we sometimes say. Nem, ezt vésd a fejedbe, hogy Isten adott ennek az embernek különleges bölcsességet. No, this is something that you really should remember, that this person was given a special wisdom from God. És olyan jó, hogy Salamon meg leírta ezeket a bölcsességeket. And it's really good that Solomon then wrote these wisdom down for us. És tudhatod, hogy ha ezeket a bölcsességeket alkalmazod, akkor jobb lesz az életed. And so you can know that if you apply this wisdom to your life, then your life will become better. Nem csak akkor, ha keresztény vagy, tudod, ez nem csak ránk van hatással, bárki, aki ezeket a bölcsességeket alkalmazza, jobb lesz az élete. Not
Not only if you are a Christian, because these wise words can be applicable. Rádragasztottam. So this wisdom is applicable to all of us, whether you are Christian or not. Szóval, hogyha úgy vagy itt, hogy én szeretném jobban csinálni az életemet. So if you're sitting here tonight and thinking I want to do my life a little bit better. Akkor fogd ezeket a tanításokat, hallgasd vissza a bibliaórákat, és kezdj el beleépíteni az életedbe. Then take these teachings, maybe even go back to the beginning and listen to them again and start applying these truths into your life. A mai óránk nagyon durva. So our teaching before us today is quite tough. Azt a címet adtam az órának, hogy ne hazudj. And our title today is don't lie. Egy újabb nagyon-nagyon fontos téma az életünkbe. So this is yet another very important subject for our lives. És látni fogjátok, óriási téma ez. And you see how just what a great topic this is. És nagyon fontos az újszövetségi keresztényeknek is. And this is something that's really important for us New Testament believers. Pál külön kiemeli ezt a témát. Because Paul specifically highlights this issue. Azt mondja, hogy az új ember, az újjászületett ember ne járjon ezen az úton. And he says that a person who has been reborn, so the new man, should never walk in lies. Ezt olvasod az Efézus 4-be. Which we read in Ephesians chapter 4. Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Azért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel tagjai vagyunk egymásnak. Put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Nagyon egyszerű az üzenet. This teaching is very simple here. Az új ember, aki Krisztusban van, the new person who is in Christ already. Aki elfogadta őt a megváltójának, megkérte, hogy legyen az élete királya. The one who has already received Jesus Christ as their savior and asked him to be the Lord of their life. Az ne hazudjon. Should not lie. Az mondjon igazat. That person should say truth. Pál azt mondja, hogy éljetek egy becsületes életet. And what Paul is speaking here is for us to live a life of integrity. És legyél őszinte. And to be honest. Ez az új ember. This is this new person. Ezek vagyunk Krisztusban. And this is who we are in Christ. És ez olyan nehéz a mai világban. And this is just so hard for us to do in today's world. Mert bárhova nézel, a világunk tele van hazugságokkal. Because wherever you look, our world, our society is full of lies. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy mindig legyél PC? Have you ever heard this expression, you should always be PC? És tudod, nem personal computer, hanem hogy politikailag korrekt. Which doesn't mean personal computer, but politically correct. Hallottátok már ezt? Have you ever heard this expression? És nem teljesen rossz dolog ez egyébként. Which is not entirely bad as an idea. De ahogy én látom, rengeteg hazugságot, őszintétlenséget hoz a kapcsolatokba. But the way that I see it, it brings a lot of falsehood and lies into our relationships. Mert amikor mindig PC akarsz lenni, arra törekszel, akkor nem leszel mindig őszinte. Because if your number one goal is to always be PC in your relationships, that means you will not be honest then. A kultúránk nem őszinte. Our culture today is dishonest. Ugye, gondolhatsz, amit akarsz, csak ne mondd ki. You can think whatever you want, but you cannot say it out loud. Legyél mindig korrekt. And you should always be correct with everyone. De az őszintétlenség az hátráltató, nem? But being dishonest to people actually puts us behind. Valaki azt mondta erről, hogy a társadalmunk katasztrófájához fog vezetni, ha így folytatjuk. And someone even said that if we continue this way, then it will end up as a catastrophe for our whole society. Szóval ma az őszinteségről, az igazmondásról fogunk beszélni. So today we are speaking about honesty and integrity. Mert ez ma világít, ha valaki őszinte és igazmondó és becsületes. Because in today's society, you live a life of integrity and truth and honesty that will shine a light into this world. És ugye ez a vágyunk.
A világ világossága vagyunk. Which is our desire, as we are the light of this world. Jézus átadta nekünk ezt a felelősséget. Jesus has given us this responsibility. Világítsunk ebbe a világban. To shine a light into this world. Meg fogjuk nézni azt, hogy miért nem érdemes hazudni. So we will look at why it's not worth lying. És hogy mik az előnyei annak, hogyha valaki őszinte és nem hazudik. And what are the advantages to you not lying and instead to be honest? És tudjátok, nem csak a szavakra gondolok. And you know, I'm not only speaking about words. Hanem magára a mentalitásra, ahogyan valaki él. But our whole mentality of living. Mert fel lehet venni egy ilyen életstílust, ami a könnyű hazugságokon megy. Because you can put on a whole lifestyle around just easy lies. Ami füllentések, mismásolások. That's built upon you know, just twisting the truth a little bit and just telling little lies. Nem a teljes igazság. Not the entirety of the truth. És ez nem jó. And this is not good. Ez tönkre fogja tenni az életünket, azt mondja el nekünk Salamon. Because what Solomon is telling us is that this will destroy our lives. De ne itt kezdjük. Kezdjük azzal, hogy a hazugság az egyik dolog a hét közül, amit le van írva, hogy Isten gyűlöl. But instead, let's start by looking at the seven things that God hates, and this is dishonesty is included in this list. Kövessétek velem itt a monitorokon, Példabeszédek 6:16. So follow along as we read Proverbs chapter 6 from verse 16. Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt, hét dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságokat beszélő hamis tanú és a testvérek között viszálycító ember. There are six things that the Lord hates, seven that are an abomination to him. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. A heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil. A heart that a false witness to who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. És akkor nézzünk meg egy másikat is, 12:22. And then let's look at another verse, verse 22 from chapter 12. Utálja az Úr a hazug ajkat, de akik igazán élnek, azokat kedveli. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight. Mit jelent ez? What does this mean? Ugye Isten mindig igazat mond, így van? So God always tells the truth, right? És akkor is mindig igazat mond, ha idegesít, nem? And he tells you the truth even when it's annoying to you, right? Ő nem fog hazudni neked. Ha kinyitod az igét, az igazságot látod. He will never lie to you. And whenever you open his word, the Bible, you always see the truth there. Ha kinyitod az igét, az igazság tükrébe fogsz belenézni. And if you open up your Bible, you will be facing a mirror of truth. És ezért Isten egyértelművé teszi, hogy a hazugság az nem szabad, hogy része legyen az Isten országának. And this is why God makes it so clear that lies and deceit should never be a part of his kingdom. És nem egy olyan dolog, amit így tehetünk, ha szükség van rá. And it should never be a thing that we can do if we have the chance. Isten elmondja ezekbe a versekbe, hogy nem szeretem, amikor hazudtok. Instead, what God is clearly saying here is that he doesn't like when we lie. Mert félreképviseled az igazságot. Because it means that you will misrepresent the truth. És erősebb szót használ, ugye, utálja. Utálom, amikor az emberek hazudnak, mondja az Úr. And the word that he's using here is a really strong one. He says, it's an abomination to me. I hate it when you lie. És azért is utálja, mert szeret minket. And he hates it when we do this because he loves us. És tudja, hogy a hazugság mennyire tönkre tesz egy-egy embert. And he knows exactly how one single lie could destroy a person. És ha elkezdünk hazugságba élni, akár magunkkal kapcsolatban, vagy másokkal kapcsolatban, tönkre tesszük magunkat. And if we start living a life of lie, whether that's our own life or something that we think of other people, that will always destroy us. Muszáj ezt megértenünk. Ez lerombolja az életedet. This is something that we must understand, that it destroys our lives. És ez nem csak valami, amit így néha csinálsz, és semmi hatása nincs. So it's not just something that you can do at times, and it doesn't have any consequences. És az első, amit szeretnék le, hogyha látnánk, hogy az Istennel való kapcsolatunkat rombolja. And the first thing that I want us to really understand here is that it destroys our relationship with God. A 22. vers, amit előbb olvastunk, annak a vége.
So the end of verse 22 that we just read. Az nem arról szól, hogy ha nem mondod az igazságot, akkor Isten így nem szeret téged. So if you don't say the truth, it doesn't mean that if you don't say the truth, then God won't love you. Ilyen nincs. Isten mindenütt ott van. Isten mindig veled van. Because this is not the case. God is everywhere and God is always with you. Sőt, a Biblia elmondja, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, ő mégis hű marad. Jön utánunk a hűsége. The Bible clearly tells us also that whenever we are unfaithful to him, he is still faithful to us. De ami történik, amikor elkezdünk hazudni, hogy mi vakulunk meg, és válunk érzéketlenné Istenre. But then what actually happens when we start lying and living a life of dishonesty is that we will become blind to it and we will lose sight of God. Mi toljuk el őt magunktól. And so we are the ones pushing him away from us. És ez már a történelem elején látod. And we see this right at the beginning of our history. Majd nézzétek meg később 1 Mózes 3. And you can read this later in Genesis chapter 3. Az első emberpár. You see the first pair of humans there. Látod, hogy mit hozott a hazugság. And you see what their lie brought about as a consequence. Látod ott, hogy arra lettünk teremtve, hogy közeli kapcsolatban legyünk Istennel. We see there clearly that we were created to have a close and intimate relationship with God. De a hazugság az elválasztódást hoz. But lies bring about separation. Mert szégyent hoz. Because it brings shame. És takargatni valónk van. And you have to hide away and cover up. Rejtőzködést hoz. And it brings about, yes, you have to hide away. És szépen lassan elveszítjük azt a lehetőséget, hogy egy élő kapcsolatunk legyen Istennel. And so slowly but surely you lose the chance of having a living connection with God. De nem Isten miatt. But this is never because of God. És ez mindig történik, amikor hazudunk. And this is something that always happens whenever we lie. Hogy mi, gondolj így a hazugságra, hogy minden hazugsággal távolabb lököd magad Istentől. So think of lying this way next time, that whenever you lie a little bit, whenever you lie, you push God away a little bit. Ez ennyire komoly. This is how serious this is. És te is tudod utána azt a szégyent, amikor nem akarsz menni Istenhez. And you are familiar with that shameful feeling afterwards that you don't want to go back to God. Ugyanígy volt Ádám és Éva. Which was exactly the same with Adam and Eve. És szúrós cuccokat raktak magukra. And they had to hide themselves away with all these like spiky things. Mert takargatták magukat, féltek. Because they were hiding themselves because they were afraid. Borzasztó kényelmetlen lehetett. And it must have been really uncomfortable for them. Ezt hozza a hazugság. But this is the result of lying. És elválasztódást Istentől. And it brings about a separation from God. De azt is olvastuk ebben a versben, hogy Isten azonban azokba gyönyörködik, akik az igazságra törekednek, akik becsületesek. But we also read in this verse that God delights in those who are faithful in being honest. Szóval látod ezt, hogy a hazugság az félreképviseli Istent, eltorzítja az üzenetet, tönkreteszi a személyedet. So you see how lies and deceit misrepresents the truth about God and it destroys your life and your soul. És tönkreteszi a bizonságtételedet is Istenről. And it also destroys your own testimony about God. A következő versünk Példabeszédek 14:5. Our next verse here is Proverbs 14:5. Az igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél. A faithful witness does not lie, but a false witness breathes out lies. Az elgondolása mögött, a nagyon egyszerű vers mögött. So the idea behind this very seemingly simple verse. Az, hogy legyél olyan tanú, aki megbízható. Is to be a witness to the Lord who is dependable. Aki igazat beszél és hiteles. One who is dependable because they say the truth. És úgy lehetsz az, ha általában igazat mondasz. And you can be this way if for the most part you tell the truth. Na miért fontos ez nekünk? So why is this important for us? Azért, mert arra vagyunk hívva, hogy legyünk Jézusnak a tanúi ebben a világban. Because we have all been called to be the witnesses of God in this world. Mi vagyunk elküldve arra, hogy vigyük a jó hírt. And we are the ones who have been sent out into this world to tell them the good news. Mi vagyunk elküldve arra, hogy van üdvösség. We are the ones to share the good news that there is salvation. Minket küldött el, hogy elmondjuk, hogy jön az ítélet erre a világra.
We are the ones to tell people that there is judgment coming. És hogy van megmenekvés, menekülés. There is a way out. There is a way to be saved. Jézus erre hívta a tanítványait. This is what Jesus had called his disciples to do. Az Apcselegyben látod. Which we read in Acts chapter 1. Tanúim lesztek. He says, "You will be my witnesses." A lélek eljön rátok. By the power of the Spirit. Nekünk hiteles tanúknak kell lennünk. Which means that we have to be credible witnesses of God. Ellenben, ha hazugságokat beszélünk, szépen lassan elveszítjük a hitelességünket emberek szemében, nem? But on the other hand, if we keep spreading lies and if we are deceitful, then we will slowly lose our credibility to people around us. És egy idő után senki nem fogja elhinni, amit beszélsz. And after a while, nobody will believe whatever you say. Csak biztos emlékeztek Szodoma és Gomorra megítélésére. I'm sure you remember the story of Sodom and Gomorrah and the judgment that was brought on them. Ez egy ilyen nap. Sadrabadra. Szóval, hogy de most már én jövök, mindjárt elrontom, bárja. Szóval, hogy ott volt Lót, ugye Ábrahámnak az unokaöccse. So we have the nephew of Abraham, Lot. És ő ott élt Szodomába. Who was living in Sodom. Minden bűnével, mindenével együtt. And so he was living a life of sin and lies. És amikor jött az ítélet, and when judgment came, és Lót ment, hogy figyelmeztesse a háza népét. And Lot went to his people to warn them. Nem hitték el neki. Nobody believed him. Mert addig a hazugságba élt. Because up until then he was living a life of lies. Persze azt olvasott, hogy gyötrődött ott a hazugságba, de ott maradt. And you see that we read that he is struggling under all of his lies, but he still stayed. Ha te gyötrődsz a hazugságaid miatt, de benne maradsz, az nem fog sokat jelenteni. If you are suffering because of all the lies that you have said, but you remain in that place, then you will not be saved. És elveszíted a bizonságtételedet. And then you will lose your testimony. Mert amikor komolyan akarsz beszélni mondjuk az ítéletről, akkor nem fognak hinni neked. Because when you want to seriously speak about salvation, for example, then no one will believe you. És tudod, sokszor ezért találkozunk azzal, hogy az emberek nem hisznek a keresztényeknek. And this is often why we find that people out there, they don't believe Christians. Mert vannak keresztények, akik képmutatók és hazugságokba élnek. Because there are Christians who are hypocritical and live in lies. És sokszor rajta kapják őket a hazugságaikon. And often they are found to be lying. Meg azon, hogy nem őszinték. Or found to be dishonest. És ugye normális emberek nem akarnak ilyennek a része lenni. And a normal non-believing person doesn't want anything to do with this. Nem tudunk hiteles tanúk lenni, ha a hazugságot beengedjük az életünkbe. And if we allow lies into our lives, then we can never live a life of credibility. Mert a hazugságaink, a mismásolásaink, azok el fogják lökni mellőlünk az embereket, a jó embereket. Because all the lies that we speak and whenever we twist the truth even just a little bit will push people away from us. És ha már a kapcsolatoknál tartunk, a következő vers. And if we are speaking about relationships now, let's look at the next verse. Példabeszédek 13:5-től. In Proverbs 13 from verse 5. Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz. Az igazság megtartja a fedhetetlenül élőt, a bűn pedig elbuktatja a vétkest. The righteous hates falsehood, but the wicked brings shame and disgrace. Righteousness guards him whose way is blameless, but sin overthrows the wicked. A hazug embereknek hazug barátaik lesznek. Which means that people who lie will have friends who also lie. Mert azért, mert a becsületesek azokat zavarja, hogyha körülöttük hazudnak. Because people of integrity will be bothered by the lies around them. És nem bírják elviselni az őszintétlenséget. And they will never be able to put up with this level of dishonesty. De milyen barátság egy ilyen, nem, amiben csak hazudnak? And what kind of a friendship it is where they are constantly lying? Isten azt mondja, hogy figyelj arra, hogy igazat mondjál, mert nagyon szeretném, hogy jó emberek vegyenek körül. So God is warning you to tell the truth because
he wants you to be surrounded by people of integrity. És ott van ennek az egésznek az ellenkezője is. And then we have the opposite of all of this. Amit így tanuljunk meg. Which is something for us to learn. Hogyha elkezdünk őszinték lenni másokkal. If we start being honest to people. Akkor lesznek igaz barátaid. Then you will have friends who are honest. Igazi barátaid, akik aztán őszinték veled is. You will have friends who are truly honest to you and will remain honest to you. Ha mellébeszélő vagy, but if you are spreading lies, akkor garantálom neked, hogy egyetlen egy igazi barátod sincsen. Most se. I can guarantee that you don't have even just one single true friend. Ezt mondja el itt Salamon. Because this is what Solomon tells us here. Mert az igazak azok gyűlölik a hazug beszédet. Because the righteous hate falsehood. Ez nagyon nagy figyelmeztetés. This is a great warning for us here. Gondolkodj el azon, hogyha te most egy ilyen sziget vagy. So imagine yourself being an island just now. Hogy meg egyedül érzed magad. Or perhaps you feel all alone. Hidd el, hogy olyan nincs, hogy mindenki hülye és csak neked van igazad. There is no way that everyone around you is stupid and you're the only one who's right. Csak gondolkozz el ezen. So just consider this for a second. Hogy lehet, hogy ott valami nincs rendben ez ügyben. Te igaz vagy? Te őszinte vagy? If this is the case, then you have to consider whether things are right around you, whether you are right or correct in your ways. Te becsületes vagy azokkal, akik körülötted vannak? Are you truthful to the people around you? Vannak igazi mély keresztény barátságaid? And do you have real deep Christian friendships? Szóval látod, a hazugság tönkreteszi a kapcsolatainkat is. So you see how lies destroy our friendships as well. És menjünk tovább. Példabeszédek 19:5. Let's read on in Proverbs 19:5. Csak még néhány negatív dolog, aztán tovább megyek. So I will list a few more negative things about lying and then we will move on. Tartsatok ki, jó? Hopefully you hold on. Kicsit följebb ülhettek a székbe. Maybe you can sit up a little bit. Meg tudjátok, úgy beszélek nektek, ugyanúgy szól nekem is. Because you know, I speak this to you, but I'm also preaching to myself here. Azt mondja, nem marad büntetlenül a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. So it says, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. Azt mondja Salamon, hogy a hazugságnak következményei lesznek. So Solomon clearly tells us that lies have consequences. Hogy nem marad ez nyom nélkül. Azt gondoljuk, de nem marad nyom nélkül. That you might think that your lies will go unnoticed and they won't leave any trace, but this is not true. A 21:6-ban ezt mondja. In 21:6 we read the following. A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda. The getting of treasures by a lying tongue is but a fleeting vapor and a snare of death. Hogy ez nem lesz maradandó ennek a dicsősége, nehogy azt hidd. It means that the glory that you get by lying will be but a vapor. Azt mondja, hogy olyan, mint a pára, így el fog tűnni. It's like a vapor that just disappears in a second. Olyan nagyon nagynak néz ki, és soknak, de el fog tűnni. It seems like it's so much and so thick, but it will just disappear. És aztán ott van még egy figyelmeztetés, hogy és halálos csapda. And the other expression here is that it is the snare of death. A halálba vezet a hazugság. Which means that your lies will lead you into death. És tudjátok, ezt csak tapasztalatból tudom mondani, mert láttam már ilyet. And this is something that I can say, only say from my own personal experience. Hogy aki ilyen hazugságokba él, egy idő után már önmaga is elhiszi, hogy az a jó, amit csinál. That a person who lives a life of lies continuously will sooner or later believe that he is actually right in doing what he's doing. Ez nagyon veszélyes. And that is truly dangerous. Amikor már nem is tudod neki elmondani, hogy nem jó felé mész. When you can't even explain to them that they are going in the wrong direction. Mert azt hiszi, hogy ez a jó út. Because they believe that they are going in the right way. Szerintem ez egy szellemi, egy lelki halál. And I think this is a sense of a spiritual death. Minél kevesebb a becsületessége egy embernek, annál jobban be fogja csapni magát. And so the less honesty or integrity one has, the more they will be able to deceive themselves. Hogy ilyen téveszméssé válunk, hogy nem az igazságon állunk. And that person will just become deluded because they are not standing on truth.
És csak még egy dolog, hogy arról ír itt nekünk, hogy ennek mindig lesz következménye a hazugságnak. And so what we read here and tells us is that our lies will always have consequences. Most gondolj vissza velem. So let's just remember back. Biztos vagyok benne, hogy mindenki hazudott már életébe. I am 100% sure that all of us have told lies before. Van, aki nem? Is there anyone who hasn't? Fölteszed a kezed, akkor megvan az első. De hogy és biztos vissza tudsz emlékezni. So I'm sure you can recall a time. Hogy megtetted a hazugságot, kompromisszumot kötöttél. That you told a lie and you made some compromises. Nem voltál becsületes. And you were dishonest. És azt hitted, hogy minden tök jó. And you just thought to yourself, okay, this is all fine now. Megúsztad a dolgot. That you got away with it. De aztán később megfizetted az árát. But then later on, you paid the price for it. Mindenki tud ilyenre emlékezni. I think all of us can recall a time like this. Azért, mert a hazugságnak mindig van következménye. Because lying always has consequences. Előbb vagy utóbb fizetni fogsz érte. And sooner or later, you will pay the price. És akkor gondolkozzunk kicsit máshogy. So let's think about this in a little bit of a different way. Ma szeretnél olyan döntéseket hozni, amik biztosan rossz felé viszik az életedet később? Today, do you want to make decisions in your life that will definitely take you down in the wrong direction? Ugye nem. You surely don't, right? Szóval, hogyha legközelebb jön ez a kísértés, hogy hazudj. So if the next time this temptation to lie comes up, csak tedd föl ezt magadba. Ask yourself the question. Szeretnék most olyan döntést hozni, ami biztosan rombolni fog később? Do I want to make a decision right now that will surely destroy me later. Lehet, hogy ez segíteni fog, hogy ne hazudj, hogy legyél becsületes. And perhaps this way of thinking will help you to stay honest and have integrity. Mert olyan sok jót ad nekünk a becsületesség. Because having integrity gives us so many good things. Hogy felépíti a lelkedet meg a testedet is. It is something that builds up your life both physically and spiritually. 10:9-ben ezt olvasod. In Proverbs chapter 10 verse 9 we read. Aki fethetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla. Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out. Erről egyébként Jézus is beszélt. This is something that Jesus spoke about too. Hogy nem fogsz tudni, nem fogod tudni elrejteni. That your lies will never be able to be to remain hidden. Szóval látod, ha nem vagy őszinte, az tönkre fog tenni téged. So if you are dishonest, it will destroy you. De a fethetetlenség, ez a becsületesség, az biztonságot ad, bizonyosságot, erősséget. But having integrity or being honest will give you strength and security. És tényleg a hazugság az mindig bizonytalanságot hoz. And it's true that lies always bring about a sense of insecurity. Ha meg igazat mondok, akkor stabilan tudok állni. And whenever I say the truth, I'm always able to stand firm. Azok az emberek, akik nem őszinték, people who are dishonest, akik nem becsületesek, people who have no integrity, folyton azzal törődnek, hogy mit mondanak róluk mások. Will always be bothered by what other people are saying about them. És állandóan azon dolgoznak, hogy magukat mások szemében jól tüntessék föl, hogy ez jó legyen róluk a vélemény. And they will always be busy building up a good reputation in other people's eyes. És ez nagyon sok hazugsággal jár. And this costs by a lot of lies. És ilyenkor jön az emberbe az a vádlás, hogy nem jól teszi a dolgát. And whenever you do something like this, you have this idea coming into your head that you are not doing it right. És az állandó rettegés, hogy ez mikor fog kiderülni rólam, hogy én nem is az vagyok, akinek állítom magam. This condemnation will bring about an anxiety in you and just this fear of when will I be found out that I am not the one I'm presenting myself to be. Tapasztalt hazudós vagyok, higgyétek el. I am an experienced liar, believe me, this is how it is. És akkor utána jön az, hogy mindig emlékezni kell arra, hogy mi
valamit hazudtál ennek az embernek, meg annak az embernek, meg annak az embernek. And then you always have to keep in mind what you lied to this person and the next one and the other one. És tényleg ott van az a rettegés, hogy fú, mi lesz, ha megtudják. And you always have this fear, this anxiety about being found out. Óriási bizonytalanság. And it's just such a huge insecurity. Azok az emberek, akik nem élnek becsületes életet, tele vannak rettegéssel, meg szorongással. So people who don't live a life of honesty or integrity are always full of anxiety. És azt mondja Salamon, aki viszont, akinek nincs rejtegetni valója, aki őszinte és becsületes, az stabil lesz, az erősen fog járni. But then Solomon says, if there is a person who doesn't have anything to hide and who is always honest and has integrity, that person will be secure and firmly rooted. Mert nincs az a rettegés, hogy jaj, valaki rá ne jöjjön, meg ne tudja. Because you will then never have this anxiety that you will be found out, that someone will figure it out. Látod, ezért mondom, hogy az igaz mondás az biztonságot meg stabilitást fog hozni az életedbe. And this is why I'm saying that telling the truth will always bring about a sense of security. Plusz nem terheled feleslegesen a lelkedet olyanokkal, amivel nem kell. And you're not putting extra burden on your soul with things that you shouldn't be worrying about. Okos tudósok azt mondták, hogy átlagban egy héten 13-szor hazudunk. So scientists have said that on average we lie 13. Szerintem keveset mondtak egyébként. 13 times a week. Magamból indulok ki. Which sounds a little too. De és biztos most nagyot mondok, de ki kéne próbálni, hogy egy hétig legyél őszinte. Csak őszinte. And this might sound like a really big challenge, but we should all try being honest, truly honest, for a full week. És állítólag megerősödve fogsz kijönni abból a hétből. And apparently, if you manage that, you will become a stronger person by the end of the week. Valakik már kipróbálták ezt. And some people have tried this. De hogyha ezt választod, akkor készülj rá, hogy elkezdenek az emberek is végre őszinték lenni veled. But if you choose a path of honesty, expect that people around you will also show you honesty. Érdekes dolog ez, nem? This is such an interesting thing, isn't it? És ne keseredjetek el. And don't be upset about this. Mert az, hogy hazudunk, meg nem mondunk igazat, az sajnos az életünknek a része, és ez egy bűn, amivel küszködünk. Because this life or this temptation to be dishonest or to tell lies is always a struggle in our life. It's an integral part of our life. Ne gondolj most úgy magadra, hogy hú, igen, én így ilyen vagyok, és biztos mindenki sokkal szentebb, mint én. So you shouldn't be sitting here feeling like, oh yeah, you know, everyone else is better than me, and this is only me who's struggling with this. Nem, ma este Isten szól hozzánk a népéhez, hogy ebbe változtassunk, és erősít minket, hogy menjünk abba az irányba, hogy becsületesek és igazak vagyunk. Mindig. God is speaking to us here today as his people and as his nation, and he's encouraging us to take up a life of honesty and to always stay honest. Mert nézd, Példabeszédek 11:3. As we read in Proverbs 11:3. Az igazság szeretőket becsületességük vezeti, a hűteneket pedig becsületlenségük teszi tönkre. Becstelenségük teszi tönkre. Na, most örülsz, ugye? Vicceltem. The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them. Na, akkor még egy dolgot megtanulunk a becsületességről, az, hogy az vezet. So one more thing that we learn about integrity here is that it guides us. És ráadásul biztosan Isten útján. And it is a guarantee that it will guide us in the ways of the Lord. Ugye mindenki szeretné tudni, és mindig, hogy mit kell csinálni, mi a jó, mit szeretne Isten. So we all always want to know what is the right thing to do, what God wants me to do. Nem? Mi Isten akarata most ebben a helyzetben? This is always what we are thinking about. What is the will of the Lord for me in this situation? Hogyan tudhatom, hogy mit kell tenni? And how can I be sure about what to do next? Van egy kiindulási pontod. There is a starting point for you here. Mert a becsületesség az azt a törvényt hozza neked, hogy döntsél az igazság szerint. Because choosing to be honest and a life of integrity makes you tell the truth.
hogy legyen fedhetetlen a döntésed, amit hozol. That the decision you make would be one of integrity. Indulj el ebbe az irányba. And this is the path that you should take. És tényleg észre fogod venni, a becsületesség az vezet minket Isten útján. And so this life of honesty and integrity will always guide us in the path of the Lord. És itt a végére mondanék egy érdekeset. And just to close up here, let me tell you something interesting. 19:1. Which we read in chapter 19, verse 1. Mondja Salamon. So Solomon is speaking here. Jobb szegényen, de becsületesen élni, mint ostobának lenni és hamisan beszélni. Better is a poor person who walks in his integrity than one who is crooked in speech and is a fool. Nem, Salamon mondja ezt. So this is Solomon saying this. A világ legbölcsebb és leggazdagabb embere mondja. The richest and the wisest person in the whole world. Tudod, és mondanád, hogy könnyen beszélsz. And you could say, oh well, it's easy for you to say. De inkább gondolkozzunk erről, mert ezek Isten szavai nekünk Salamonon keresztül. But we should consider this because these are the words of the Lord through Solomon for szóval us. Oda kell figyelnünk rá, amikor Salamon azt mondja, hogy valami sokkal fontosabb, mint a gazdagság. So when Solomon says that something is much more important than wealth, then we should probably pay attention. Hogy azt mondja, ha szegény vagy, de becsületes, akkor sokkal gazdagabb vagy, mint aki gazdag, de hazug. He says that if you are poor but you have integrity, then you are wealthier than a rich person who lives a life of lies. Mintha azt mondaná nekünk, hogy megfizethetetlen az, hogy valaki becsületes, az aranyat ér. It's as if he's saying that having integrity is invaluable. It's more valuable than gold. És tényleg igaz ez, mert a becsületes emberek értéket adnak mások életéhez, meg a sajátjukhoz. And this is very true because people with integrity give value to the people around them. És képzeljétek el, hogy azt olvastam, hogy ráadásul a becsületes emberek azok egészségesebbek, mint azok, akik nem azok. And actually I've read somewhere that people who are honest will live a healthier life than people who are dishonest. És erre egy nagyon nagyon egyszerű példát hoztak, és így a homlokomra csaptam, tényleg. And to prove this, they brought a really simple explanation, and you know, it really kind of shocked me. Hogy elmondták, hogy képzeld el, hogy a tested minden egyes hazugságodra reagál. So just imagine that your body also reacts to every single lie that you say. És tudod, hogy hogyan reagál rá? Stressznek fogja föl, feszültségnek. And you know how it reacts? It thinks that you are now under stress and yeah, stress. Ezen az alapon működik a hazugságvizsgáló. This is exactly the basis of lie detectors. Ezt használják ki. That's the this is the mechanism behind it. Hogy a testünk negatívan reagál a hazugságra. Because your body reacts negatively to your lies. Hogy rombolod a testedet, amikor hazudsz. So by lying, you are ruining your own body. Sőt, nagyon okos emberek azt is elmondták, hogy gyengébb vagy, amikor hazudsz. And some even went to say that when you lie, you become weaker. Akkor el tudod képzelni, hogyha valaki állandóan hazugságokba él, akkor minek teszi ki magát? So can you imagine a person who is living a continuous lie, what they go under, what they go through, physically speaking? Szóval sokkal, sokkal nagyobb dolog ez, mint ahogy gondolnánk, nem? So this is a much greater issue than we first imagined. Látjuk, hogy milyen súlya van, és hogy milyen jó, hogyha nincs hazugság. We see the weight behind this all and how great it is when there is no lies around us. Na most az igazság, hogy a becsületesség az nem jön együtt a megtéréssel. But we have to say that integrity doesn't go hand in hand with salvation. Ez lehet, hogy te is tapasztaltad. And this might be something that you have experienced yourself. Ez nem csak így van, hogy hirtelen tök igaz vagyok és becsületes vagyok. So it just doesn't just happen that now you are fully righteous and honest and have integrity. Isten szemében az vagy, mert Jézusban vagy. Azt mondja, igaznak látlak. So in the eyes of God, when he looks at you, he sees Jesus, who is fully righteous, and so you are righteous in that sense. Ő már látja azt, aki leszel a mennybe. Because he sees who you will be in heaven. De mi itt vagyunk a megszentelődésünknek az időszakába. But we are still here in this period of sanctification. És a megtérésünkkel nem jött egyből az, hogy
teljesen becsületesek vagyunk. And from the moment that we were saved and received salvation, we didn't become fully honest immediately. Ettől még a mennybe megyünk. We will still go to heaven. Ha ezzel küzdünk. If this is something that we struggle with. Van, aki meg a pornográfiával küzd. Some other people struggle with pornography. Ő is a mennybe megy. He will go to heaven as well. Ő neki az a nehezebb. But for him that's what's more of a struggle. De itt vagyunk, mint keresztények. But here we are as Christians. Akiknek igaz tanúknak kell lenni. And we have to be honest witnesses. Akik arra vagyunk elküldve, hogy hirdessük a jó hírt. And we have been sent out to tell to spread the good news. Szóval egyetértünk, hogy nekünk a becsületesség az nagyon fontos kell, hogy legyen. So we must agree that for us to be honest and it should be something that's really important. Az a dolgunk, hogy menjünk Isten elé, kérjük az ő bocsánatát, és aztán menjünk hirdessük az igazságot. And our whole mission should be to go before the Lord and ask for his forgiveness and then go into the world to spread his good news. És ezekben a versekben látjuk, hogy Isten kéri a népét, hogy járjanak becsületességbe. And in these verses what we see is God pleading with his nation to live a life of integrity. És lehetünk őszinték és igazak. And we can be truthful and honest. Mert az mutatja majd Istent ennek a világnak. Because this is what will show people or reveal God to this world. És tudod, mintha észrevetted magadon, vagy így a Szentlélek különösen szólt hozzád ma este. And if the Holy Spirit has spoken to you specifically this evening. Az azzal kapcsolatban, hogy nem vagy őszinte, nem jársz egyenes utakon. Perhaps because you are not walking in a straight way and you are telling lies. El akarom mondani neked, tök jó helyen vagy, hogyha ezt hallod és érzed. Let me tell you are in the best place if this is what you are feeling right now. Hallod a léleknek a hangját, ahogy szól hozzád. Because it means you are hearing the voice of the Holy Spirit nudging you. Most jössz te, hogyan fogsz erre reagálni? So now it's your turn. How are you going to react to this? Legyél akkor ma őszinte magaddal, meg kezd ott, hogy Istennel őszinte vagy. Make today a day of honesty then. Be honest to yourself and be honest to the Lord. Ott kezdődik a helyreállásunk, a megerősödésünk. And this is where our restoration and our strengthening will become. We'll start. Olyan főpapunk van, aki meg tud esni a gyarlóságainkon, a botlásainkon. Because we have a high priest who feels sorry for the people who are fallen. És nézd, mit ír az 1 János 1-ben. And see what we read in 1 John chapter 1. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségbe járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. If we say we have fellowship with him, while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Egyrészt, legyél ma őszinte akkor Istennel. So on one hand, be honest with the Lord today. Mondd el neki. Vald meg neki. And confess to him and tell him. És azt olvastuk, hogy ő hű, ő igaz, ő megbocsát neked. And then we read that if you do this, he is faithful and just in forgiving you. És megtisztít. And he will cleanse you. És erre van szükségünk. And this is exactly what we need. Hogy Uram, tisztíts meg a hazugságaimtól. We need this as we need his cleansing from our lies. És így vald meg előtte ma este. This is something you should confess before him tonight. Másrészt viszont. And on the other hand. Lehet, hogy ma este oda kell menned valakihez, akinek hazudtál, vagy nem voltál őszinte. Perhaps tonight you have to go to someone that you have been dishonest to or even lied to. Indulj el. So go on your way then. És járj a világosságba. And walk in the path of light. Legyél stabil újra, erős.
and become strong and firmly rooted again. Hogy ne kelljen mindig rettegni, hogy mikor kapod vissza azt a hazugságot. So you wouldn't have to continually worry and fear about being found out. És hogyha hozzád megy valaki, úgy, hogy őszintén bevallja a dolgait. And if someone comes up to you, telling them or telling you a lie that they have told, akkor nézz Istenre, aki mindig ezt csinálja velünk, mindig megbocsájt. Újra és újra megbocsátja a hazugságainkat. In that case, look to God, who is constantly forgiving to us as we come before Him with our lies. Az ő irgalma, meg kegyelme miatt vagyunk itt, vagyunk akik vagyunk. It is because of His grace and His mercy that we are who we are today. Sőt, ebben növekszünk az ő kegyelme meg irgalma miatt. And we are able to grow in this because of His grace and because of His mercy. Akkor tegyük ezt másokkal mi is. So let's extend this to others as well. Szóval ez szerintem egy jó téma, nem? So I think this was a great topic. Kemény téma. It was tough. Ragadjátok meg az igazságait. But you should grab hold of the truths of this. Tegyétek be az életetekbe. And build it into your lives. És sőt, mondanám, ha ma este így nagyon megérintett. And let me just say, if this was something that really touched you this evening. És azt mondod, hogy kéne, hogy imádkozzanak érted. And you feel like someone should pray for you. Ott oldalt hátul megtaláljátok az ima csapatot majd. You will find our prayer team right at the back in that corner. Ők erre készültek, hogy értetek imádkozzanak. And they have been preparing to pray for you. Menjetek és kérjetek imát. So go to them and ask for prayer. Hiszünk az imának az erejében. Because we believe in the power of prayer. Kinyitunk egy ajtót Istennek, hogy ő beléphessen az életünkbe. As we open a door for God to step into our lives. So Andrisék visszajönnek. So the worship team will come up just now. És vezetnek minket a dicsőítésben. And they will lead us into worship. Ez alatt az idő alatt bármikor úgy érzed, menj imáért. But during this time, whenever you feel like you need it, just go for prayer. De adnék még egy tanácsot. But let me give you one more advice. Ha nem akarsz odáig kimenni. If you don't want to go to that part of the room. Fordulj oda ahhoz, aki ott ül melletted, és ismerősöd, és megbízol benne. Then perhaps just turn to the person next to you who might be your friend and you trust them. És kérd meg, hogy imádkozzon érted. And ask them to pray for you. És most ennek van az ideje. Because this is the time to do this. És ne rohanjatok el. And don't just rush away. Csak menjünk Isten jelenlétébe együtt. Let's go into the presence of the Lord together. Imádkozzatok velem. And let's pray. Atyán, köszönjük neked azt, hogy te igaz vagy. Father, we thank you so much that you are righteous. És köszönjük azt, hogy megbocsátó vagy. And we thank you for the fact that you are forgiving. És tényleg együtt imádkozunk, hogy bocsásd meg azt, amikor nem az egyenes úton jártunk. And Lord, all together we want to ask for your forgiveness for all the times that we don't walk in honesty. Bocsásd meg a hazugságainkat. Lord, forgive us our lies. Imádkozunk azért, hogyha van itt valaki, vagy éppen nézi, és tényleg az életében ilyen hazugságokban él. And so Lord, we ask or we pray for anyone who is sitting here or watching home and who is truly living a life of lies. Lehet, hogy már nem is látja szint ezt. Perhaps they might not even realize this. Imádkozunk, Szentlélek, kérlek, tegyél csodát és mentsd meg. But Spirit, we pray for a miracle in their lives. Neked van ehhez erőd. We know that you have the power to do this. És imádkozunk azért, hogy mi, akik veled járunk, segíts az egyenes úton járni. And Lord, we pray for those who are walking with you, Lord, that you would help us to stay on this path. Segíts, hogy világítsunk ebbe a világba az igazsággal. And help us to shine the light of truth into this world. Jézus nevében, ámen. In Jesus' name, amen. Dicsőítsünk. Let's worship.
de te sosem hagytál cserben. Várva a változást, tudva, hogy győztél már. Uram, de sosem hagytál el. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Én már nem tart soká, ígéd a fény soká, szívemből dicsérlek téged. Jézus tiéd szívem, szerelmed hűséges, szívemből dicsérlek téged. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, sosem hagytál el. Te sosem hagytál el.
hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el, hisz megígérted. Te vagy erős, te sosem hagytál el. Együtt mind voltam meg, az egész lényünk az öröm járja át, és köztünk át majd így, és hasogjuk a győzelem dalát. Szívem királyom, méltó, méltó minden.
kezem felé nyújtva énekem, hogy te élsz bennem, Úr Jézus, kezedbe tetszem az élet, dicsőíts, Úr Jézus, kezem felé nyújtva éneklem, hogy te élsz bennem, Úr Jézus, kezedbe teszem le az életem, dicsőítsen, Úr Jézus, kezem felé nyújtva éneklem, hogy te élsz bennem. Úr Jézus, kezedbe teszem le az életem, dicsőíts, ó, kezem felé nyújtva éneklem, hogy te élsz bennem. Úr Jézus, kezedbe teszem le az életem, dicsőíts. Reményem arra építem, mit Jézus vére telt értem. Minden más osztik, mint a hab, de Krisztus közébe marad. Sötétségjük.
sötétség eltakarna. Lelkem őben nyugodna. Az életem viharába lehorgozom a szívem. Csodás és végtelen szerelmed, Istenem, a keresztet irgalmadról beszél. Nem látja még az értelem, nem sejti még a szív, még felséges és még gyönyörű vagy. Gyönyörű vagy, szeretlek, gyönyörű vagy, imádlak, gyönyörű vagy, lelkem ígyzek, gyönyörű vagy, szeretlek, gyönyörű vagy, imádlak, gyönyörű vagy, lelkem ígyzek, átható dicsőséget betölti az eget. A kezed munkája rólad beszél. Fenséget legyünk közül, és énekelni hív. A szépséges és oly tényleg vagy.
látható dicsőséget, megtölti az eget. A kezed munkája rólad beszél. Fenséged legyőgöző és énekelni. Oly szépséges és oly tűnökő vagy. Gyönyörű vagy, szeretlek. Gyönyörű vagy, imádlak. Gyönyörű vagy, lelkem vízzel. Gyönyörű, gyönyörű vagy, szeretlek. Gyönyörű vagy, imádlak. Ha nézlek, mert megnyílt szemem, szerelmet napja lehetem, mert nincs senki más, aki oly gyönyörű, mint te. Most álmulva nézlek, mert megnyílt szemem, a szerelmet napja lehetem, mert nincs senki más, aki oly gyönyörű, mint te. Gyönyörű vagy, szeretlek, gyönyörű vagy, imádnak, ha gyönyörű vagy, lelkem vízzel. Gyönyörű, gyönyörű vagy, szeretlek. Gyönyörű vagy, imádnak, gyönyörű vagy, lelkem vízzel. A lelkem, a lelkem rólad szeg, a lelkem rólad szeg, a lelkem rólad. Meg nekünk útjaidat, jöjj hozzád, szívünk vár, mutasd meg Isten akaratát. Megmozdul a Szent Szellem, valami történt a szívemben, olyan leszek, mint egy kisgyerek, és elhiszem, amit mondasz. Hey! Isten harcol, Isten Isten harcol, értünk emeli fel erős karját. Dicsérjük! Dicsérjük szent nevedet, Uram, jöjj hozzánk még közelebb. Kiáltunk a mi nemzetünkért, árazd ránk szellemet. Megmozdul a szent, ha valami történt. Olyan leszek, mint egy kisgyerek, csak hiszem, hogy itt mondasz neked. Adja a béket! Isten harcol,
szellem, valami történt a szívemben, olyan leszek, mint egy kisgyerek, és elhiszem, amit mondasz nekem. Kedvüli hatályom, hogy Isten. Ilyen a mi Istenünk ma is, gyere éneket! Isten harcol! Isten harcol! Hey! Értünk emeli fel, erős karját! Isten harcol! Isten harcol! Isten harcol! Értünk emeli fel, erős karját! Értünk emeli, értünk! Az Isten harcol, az Isten harcol, értünk emeli fel erős karját. Isten harcol, Isten harcol, értünk. Gyertek, imádkozzatok velem. Let's pray together. Köszönjük, Uram, hogy van az ima. Lord, we thank you for prayer. Hogy ez olyan nagy kiváltság. Which is such a great privilege. Az élő Istenhez szólhatunk. That we can speak to the one living Lord. Köszönjük, hogy kérhetünk. And we thank you that we can ask. Köszönjük, Uram, hogy értünk vagy. Lord, we thank you that you are for us. Hogy a szereteted az, ami így akar minket megjobbítani. And that it is your love that wants to make us better. Köszönjük, hogy meg akarod áldani az életünket. We thank you, Lord, that you want to bless our lives. És segíts, hogy jobban ismerjünk téged. And Lord, we ask that you would help us to know you better. És segíts, hogy közelebb kerüljünk hozzád ezen a héten. And help us to come closer to you this week. Mert tudjuk, hogy az jó nekünk. Because we know that it is good for us. És segíts meg ebben minket. And Lord, help us to do this. És kérünk, hogy áld meg ennek az estének a hátralévő részét. And Lord, we ask that you would bless the remainder of this evening. Áld meg a beszélgetéseinket. And bless our conversation. Az imákat. Our prayers. Válaszolj az imáinkra. And that you would answer our prayers. Úgy várjuk. Because we long for this. Áld meg az életünket. So bless our lives. Szeretünk téged, Jézus. Lord, we love you. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.